a karbantartó részleg, géppark, a közmunkaprogramoknak a bázisa. A kisszékelyi polgármester azokat a beruházásokat sorolja, amelyek 2 pályázati forrásból valósultak meg a hivatal épületének felújítása kapcsán. Az 1900-as évek elején épült ház az elmúlt évtizedekben csak kisebb karbantartó munkálatokon esett át. Ez egy 2018-as pályázat volt, és tavaly évben kezdődtek el a munkák a tavasszal, és egy közel másfél éves munkálatok folytak itt. És hát ebből a pályázatból valósult meg a polgármesteri hivatalnak és a régi óvodaépületnek a hőszigetelése, a nyilázárok cseréje. A Topos és a Magyar Falu program forrásainak köszönhetően a kívülről is látványos változások mellett a polgármesteri hivatal belső tere is teljesen megújult. Emellett egy napelemes rendszert szereltek az épület tetejére. Az ünnepélyes átadón Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, Süli János azt mondta, a körzetében számos hivatal és oktatási intézmény újult meg a közelmúltban. Azt is hangsúlyozta, ahogy forrás adódik, a település bekötő útjának állapotán is javítanak. Sok utat megújítottunk a régióba, alapvetően a paksi ráhordás, hogy a erőmépítés kapcsán minél több környékbeli településre tudjunk odavinni munkavállalókat, ezért az utak felújítása megtörtént. Egy pár út felújítása maradt még el a programból, ebbe a itteni bekötő út is ugye tervbe szerepel. A kisszékelyi polgármesteri hivatal ezután 21. századi körülményeknek megfelelő környezettel várja a hozzájuk betérőket.